Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Az új év első adásába visszahozzuk a szilveszteri hangulatot és vidámságot. Az út átadóval egybekötött malackergető futásról láthatnak összeállítást. Ezen kívül az országos Vas Albert rajzpályázaton is jártunk. Végül a 26. Benga kupát, a teremfoci ünnepét se hagyjuk ki. Maradjanak velünk! Közel 300-an avatták fel egyszerre az új elkerülő utat Bonyhádon. A helyszínen rendhagyó módon malackergető futást szerveztek az év utolsó napján, így az utat először a versenyzők használhatták. A várost a hatos úttal összekötő aszfaltcsíkot azóta már az autósok is birtokba vehették. 3, 2, 1, hajrá! A nemzeti színű szallag jelképes átvágásával a futók avatták fel az új elkerülő utat Bonyhádon. Szilveszter napján közel 300-an húztak futócipőt, köztük Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, hogy csatlakozzon a hagyományteremtő szándékkal megrendezett óév búcsúztató malackergető futáshoz. Mivel már 3 éve így hobbiszerűen futok, illetve kocogok, úgy gondoltam, hogy első alkalommal van ilyen szilveszteri futás Bonyhádon, akkor én is eljövök, és együtt ünnepeljük az új évet a bonyhádiakkal. Voltak, akik csapatban, és voltak, akik egyénileg vágtak neki a pontosan 2016 méter futótávú pályának. De kreativitásból sem volt hiány, sokan mókás jelmezeket öltve próbálták ki az új aszfaltot. Voltak itt, akik kisbabákat is toltak babakocsiban, tehát nagyon fiatal korosztály is teljesítette a távot, de voltak, akik például lesétálták a távot ilyen 70 év fölöttiek, és ennek is nagyon örülünk, hogy eljöttek és részt vettek. Vannak olyanok, akik egyénileg futnak, és nem sportegyesülethez tartoznak, de rendszeresen futnak. Közülük nagyon sokan eljöttek, és tőlünk az Atlétikai Klub Bonyhától épp egy edzőtábornak van ma vége, és körülbelül 30-an lejöttek futni a fiatalok közül. Tehát egyesületből ők biztos, más egyesületet nem tudok, de az a lényeg, hogy aki futni jár, az eljött, mert úgy érezte, hogy itt a helye. Nói Attila elsőként ért be a célba. Én is helybeli lakos vagyok, nagyon fontosnak és örvendőnek tartom, hogy elkészült ez az út, ezért is gondoltam, hogy mindenképpen itt a helyem, illetve a másik pedig a sport, az a mindennapjaimat nekem is meghatározza. Héten többször mozgok rendszeresen én is, ezért még a két programot így jó volt összehozni. Az elkerülő út 750 millió forint kormányzati támogatásból épülhetett meg, amit még 2014. decemberében ítéltek Bonyhádnak. A kulcsa az összefogásban rejlik, mert maga az elkerülő út is egy nagyon nagy összefogással, egy széleskörű összefogással tudott megvalósulni ilyen rövid idő alatt. Ilyen sok-sok engedélyt beszerezve, rengeteg hatóságot végigjárva, és azt kell mondanom, hogy a minisztériumoktól kezdve, mind kormányhivatalon át, természetesen az önkormányzat segítségével és nagyon sok ember munkájának köszönhetően tudott megvalósulni ez az új elkerülő út a híddal együtt. A futóverseny után az új utat természetesen az autósoknak is átengedték. Az új évtől már valamennyi közlekedő használhatja a hatos főutat a várossal összekötő útvonalat. Az oroszországi kényszermunkára elhurcolt németekről emlékeztek meg a Petőfi Sándor evangélikus gimnáziumban. A Málenki robot 71. évfordulója kapcsán arról esett szó, hogy nyíltan kell beszélni a történésekről azért, hogy a sebek begyógyulhassanak, és ami történt, az részévé válhasson a történelem tanításának. Esztendeje Bonyhádról 215 embert hurcoltak el oroszországi kényszermunkára. Közülük 60-an sohasem tértek haza. A Málenki robotra elhurcolt németség történelmei eseményei kapcsán elhangzó beszédek mindegyike arról szólt, le kell vonni a következtetéseket a jelen számára. Nyíltan kell beszélni arról, ami történt azért, hogy az utókor tanulhasson a hibákból és ismerje saját történetének igazságait.
A jelenkorban élők, hogy itt a kórusban idősebbek és fiatalok együtt énekelnek és emlékeznek, talán-talán engedi a lelkeknek is, hogy szabaddá váljanak. Andorka Gábor, a Bonyhádi Petőfi Evangélikus Gimnázium igazgatója ezekkel a gondolatokkal köszöntötte az oroszországi kényszermunkára elhurcolt németek megemlékezését. A 71 éve történtek, de ma már csak nagyon kevesen emlékeznek saját életükből. Azt mondják, túl kellett lépni a borzalmak okozta sokkon azért, hogy újra tudják élni az életüket. Az első 2,5-3 év, azt mondjuk, egy katasztrófa volt, ugye. Ott például Bányokot tudom, mert abból volt a könyv is, mert én Bányoki voltam. Ott 30% meghalt az első másfél évben, ugye, úgyhogy akkor. De 48-tól kezdve, már hogy egy rendszer megszűnt, akkor szóval nem kánoán, de jó lehetett lakni, ugye. Éhen már nem halt senki, mert kenyér vagy ilyesmi leves az volt, ugye. Az élet megy tovább, mese nincs, nem lehet megállni. Hát Oroszország után itt is Bányában jártam. Csak 40 évesen már nyugdíjba mentem, mert szilikózisom volt, és a szememmel megsérültem. Úgyhogy, hát kellett folytatni. Ha a gyereket akar nevelni, akkor folytatni kell. Hát. Hogy ne történhessen meg még egyszer hasonló tragédia, mindaz, ami történt, részévé kell válnia a magyar történelem oktatásának, mondta ünnepi beszédében Gál Attila, a Vosinszky-Mór megyei múzeum címzetes igazgatója. Az, ha valamikor, most nagyon össze kell, hogy kössön bennünket. Úgynevezett magyarokat és úgynevezett német származásúakat egyaránt. Kik vagyunk magyarok, kik vagyunk németek. Mindig ezt szoktam mondani, hogy Szent István királyunk, akit legnagyobb királyunk között tisztelünk, Gizellát vette feleségül. És attól kezdve ez az ország valóban azért lett, azért élt meg 1000 évet, mert ötvözni tudta, egyére ki tudta tenni az ide beköltözött különböző ajkú, de valóban magyar állat, magyar érzelmű embereket. Most, hogy felszabadult a kérdés, és lehet beszélni róla, lehet írni róla, lehet föltárni dokumentumokat, akkor természetesen először túl kell lenni ezeknek a döbbenetén, és utána pedig azon kell igyekezni, hogy ezt megismerje az a ma felnővő generáció is, amelyik csak mesékből, félig elmondott családi történetekből ismeri, és igazán beszélni nem nagyon beszéltek róla, még a családok se, hogy ez történelem. A 20. század tele volt ordas eszmékkel. Ezek a megemlékezések arra a célra alkalmasak, hogy az abszolút igénnyel fellépő eszmék veszélyét megismerje a mai fiatalság, mondta Kréling Dániel, nyugalmazott evangélikus lelkész. A történelmet ismerni kell ahhoz, hogy az ember a jelen nézve következtetéseket tudjon levonni, értelmezni tudja a jelenét. Ordas eszmék abszolút érvényre igénytartó eszmék ma is vannak, és ezeket le kell leplezni, és nem szabad megfeledkezni arról, hogy az embernek van józan esze, és esetleg talán még van biblikus keresztény háttere is, amelyen értelmezni tudja az abszolút igénnyel fellépő eszméket, és helyre tudja őket tenni.
erre a célra alkalmasak ezek a megemlékezések. A 800 000 magyarországi németre is emlékeztek, amikor a kegyeletkorszak úgy helyezték el a gimnázium emléktáblájánál a város, a helyi német kisebbség, valamint az iskola képviselői. Vas Albert íróra emlékeznek a héten Bonyhádon, születésének 108. évfordulója alkalmából a Széchenyi István Általános Iskola rajzpályázatot hirdetett, ahol 170 diák választhatott az író egyik mondája vagy meséje közül, amiből mindenki egy-egy saját maga által választott jelenetet varázsolt papírra. 170 gyermek összesen 7 osztályteremben kezdett neki nagy buzgalommal csütörtök délután, hogy alkotó művészi tehetségével versenybe szálljon társaival. Vas Albert születésének 108. évfordulóján a Vörösmarty Művelődési Központ szervezésében idén is megrendezték a Vas Albert rajzversenyt, ahol a Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola tanulói mérték összetudásukat. 3 órát kapnak a tanulók a rajzok elkészítésére, és ezt követően jönnek föl a zsűritagok, Stekli Zsuzsát kértük föl, és a másik pedig Árki Rita, a gimnáziumnak a pedagógusa. Ők fognak zsűrizni, igen, ők rajztanárok. Az író 2 művéből, a Vérszerződés című mondából és az Első mese című meséből lehetett bármelyik jelenetet választani. Bár már a verseny előtt elolvashatták ezeket a történeteket, mialatt a gyerekek dolgoztak, a 2 művet ismét felolvasták nekik ráhangolódásképp. Átkelvén az Atél-Volga folyón néhány évig Atél közben maradtak a magyarok, azonban nem telepedtek meg ezen a földön. Csupán nyájaikat legeltették, és sátorszekereiken tanyáztak. Táboraik törzsek szerint osztottak meg, a törzseken belül pedig nemzetségek szerint. A versenyzők bármilyen technikát használhattak műveik elkészítéséhez. Festek és félcel dolgozok. Radványi Anikó, a tavalyi verseny győztese lett, ő egy igen színes vidám képet készített. Aztán krétával dolgozom, és azért választottam, mert a színeket jól ki lehet emelni vele, és akkor ilyen szép színű lesz valami minden. A kisebbek próbarajzot is készítettek, ők főként a meséből választottak egy nekik tetsző részletet. A tókidájt és azt, hogy a lány megkérdezi az apját, hogy fölmelt a vízben. Föl. Amikor a király az figyeli, hogy hol van hol lehet a király. És miért pont ezt választottam? Hát, mert szerintem ez tetszett benne a legjobb. A tavak királyának a palotáját. És ez miért tetszett neked? Azért, mert víz alatti. És ezt hogyan tudod lerajzolni, hogy víz alatt? Úgy, hogy körülötte sok hal, és kék. De kit rajzoltál le, vagy kit festesz le? Azt, amikor a hercegnő a Tavi Rózsával beszélget. Minden korosztályban az első 3 helyezett kap díjat, illetve lesznek külön díjasok is. A jövő hét folyamán itt a 3-as iskola auleájában az igazgatónővel egyeztetve lesz kiállítva az itt elkészült rajzok, és egyben az eredményhirdetés is akkor lesz megtartva. A görögök unszolására előtt tanácsba hívta a 7 magyar törzs vezéreit. A 7 vezér visszautasította a görögök ajánlatát. Nem kívántak háborút csupán a háború kedvéért, még gazdag ajándékért sem. A csalódott görögök visszatértek császárukhoz és jelentést tettek sikertelen útjokról. A Vas Albert író születésének 108. évfordulójára emlékezünk. A Vas Albert törzsasztal és a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ által közösen rendezett emlékező ünnepségünk lesz. A megemlékezést követően az este folyamán az iskola aulájában kerül megrendezésre a Csobánbál táncházzal egybekötve. Bonyhád legnagyobb szabású és legnagyobb érdeklődéssel kísért teremtornája a Benga Kupa. A tornán szép számmal részt vettek az amatőr csapatok, és a 3. kategóriában az öreg fiúk is pályára léptek a 3 napos rendezvényen.
Az egész téli időszakot átfogó bonyhádi labdarúgó tornák közül a Benga kupát nevezhetjük a legnagyobb szabásúnak. A benevező csapatok számát az igazolt játékosok alkotta csapatok által képviselt színvonal, a szilveszter előtti hamisítatlan futballhangulat alapján is. No és az sem mellékes tényező, hogy egy háromnapos tornáról van szó, mert akkora az érdeklődés vár a rendezvény iránt. Fővázaiban én azt gondolom, hogy nem szabad rajta változtatni, mert akár ezeknek a kategóriáknak, amiket itt meghirdettünk, szerintem létjogosultsága van. Díjak is a legjobbak közé tartoznak, ami az amatőr tornák lehetőségeit illeti? Meg a téli tornákat, úgy megyei viszonylatban kitekintve a horizonton? Hát a díjakat tekintve igyekszünk azért színvonalas díjakat biztosítani, de hát alapjában véve azért meg szeretnénk maradni ennél a tömegsportos jellegénél a tornának, inkább alacsonyabb nevezési díjak miatt minél nagyobb tömeget megmozgatni, és jöjjenek az ünnepek között ide sportolni velünk, tehát inkább ez a fő cél, mint hogy most itt nem tudom mekkora pénzdíjakkal, csak profi tornával bonyolítsuk le a tornát. Valahogy mindig úgy alakul, hogy sok azonos játékerőt képviselő csapat nevez be. Az úgynevezett profiknál és a már egy tucatnál több csapatot felvonultató amatőröknél is. Ezért érdemes már a csoportkörnél bekapcsolódni a bonyhádi sportcsarnok adottságaiból és a palánk használatából következően az átlagnál pörgősebb mérkőzésekbe. Szinte nem volt olyan meccs, ami már az első félidőben eldőlt volna. No és más hasonló tornáktól eltérően itt azért a profiknál és az amatőröknél is az előcsatározások során és a negyeddöntőkben előfordultak meglepetés győzelmek, illetve vereségek. Például a csupa fiatalokból álló Bever Ném elütötte a legjobb négy közé jutástól az erősebbnek vélt fitness tesókáimat, és a bonyhádi teremtornák világában márkanévnek számító Bobo FC csak büntető rugásokban biztosította helyét a végjátékban az Alakollal szemben. A rendes játékidőben 2-2-re végződött ez a negyed döntő. A döntő napjára már kicsinek bizonyult a bővítésre bizony megérett bonyhádi sportcsarnok. Csillogó-villogó kupák érmek, no és egy egyedülállóan szép kupa vándorserleg várt a gazdákra. Az első elődöntőben a Benga kupa címvédője, a Sipos FC megállította a Bever Német, a kékek okos játékkal 2-0-ra nyertek. A másik elődöntőben pedig a Kakasd azzal, hogy taktikus játékkal a Bobo ellen 1-0-ra nyert, bizony benyújtotta igényét az egységes csapat a torna győzelemre. Sipos Kakasd finálé igazi csemege lesz, dörzsölték a tenyerüket a szurkolók. A címvédés és a trónfosztás kérdésében erősen megoszlottak a vélemények a lelátón, miközben ezt megelőző kis döntőben azt láthatták a nézők, hogy a Bobo FC egy gólgazdag mérkőzésen 6-4-es győzelemmel a Bever Ném ellenében egy bronzzal vigasztalódhatott az újabb elmaradt győzelemért. Jöhetett aztán a Benga kupa 2015-ös döntője. A Kakasda fináléban mindjárt a meccs elején bevetette csodafegyverét. Vagyis Fehér Valentin kapuvédő most is elhagyta portáját, így létszám és mezőnyfölényt harcoltak ki a támadásban a kakasdiak. A labdavesztések utáni szituációkat is úgy oldották meg, hogy a kapus elfoglalta a helyét, amikor a baranyai focistákból álló kékek megkezdték támadásaikat. Olyan váratlant, amiből gól születhetett, nagyon is egyenlő erők küzdelme közepette, inkább a kakasdiak tudtak húzni. Köszönhetően a Már testvéreknek, elsősorban a tornán elért 10 góljával gólkirályi címet szerzett Már Krisztiánnak, aki a fináléban is eredményes volt. Érezni lehetett 2-0-nál a Sipos offenzívája közepette is, hogy előbb zörren majd meg a háló a kékek kapujában, mint a túloldalon. Már csak azért is, mert a második játékrészben a Sipos vetette be kapusát mezőnyjátékosként. Erre újabb gólt kaptak, így már csak a szépítésre futotta a címvédőnek. Kakasd Sipos a Benga kupa 2015-ös kiírásában 3-1. Tavaly csoportmérkőzésen végaszágra jutottunk tovább, és úgy nyertük meg a tornát. Hát most nagyon szerettük volna megjárni ismételten, illetve megvédni a címet, de hát sajnos ez így alakult. Mire föltámadt a Sipos FC, addigra vége lett a meccsnek? Hát az az igazság, hogy jó volt az ellenfél. Tehát nem mondhatom róla azt, hogy szerencsével nyertek. Az elején talán egy picit bealudtunk, megkaptuk az első gólt, utána nagyon jól védekeztek. Tehát elég nehéz volt az, hogy most valamilyen ellenszerrel. Volt itt az első fél időben egy kapufánk 1-0-nál, hát az kifele pattant, nem befele. Hát ilyen a futball, végül is ezért szép.
Kakasd az utóbbi évek fejlődése a velük kapcsolatos pozitív fejlemények után megérdemelten ért célba a Benga kupán. Két éve sikerült a döntőig eljutnunk, akkor sajnos alul maradtunk egy olyan csapat ellen, ahol a Szatmári Loránd Dibusz Dénes játszott. Ez most egy másik mérkőzés volt nyilván. Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy ez a mag évek óta együtt van, előbb-utóbb tudva levőbb volt, hogy jön ez a lépés, és meg fogjuk nyerni ezt a kupát. Hála Istennek vannak olyan kreatív futballistái, mint a Márk Attila és a Márk Pisztán, akik azt gondolom, hogy minden mérkőzésen hozzá tudnak tenni, minden meccsen váratlan tudnak húzni, és fizikálisan is olyan erőt képviselnek, ami ellen rendkívül nehéz játszani. Úgy gondolom, ez is sorsdöntő volt, illetve az, hogy a Fehér Valentin gyakorlatilag 5. mezőnyjátékosként száll be a játékba, és azzal, hogy nálunk sokat volt a labda, ezzel azt gondolom, hogy megnehezítettük a Sipos FC dolgát. Igen, hát a csapatnak a gerince az Kakasdi. Itt két légiósunk volt, úgymond a Cékmány Bálint és a Tálas Zoltán, akik azt gondolom, hogy mint ember, mint pedig játéktudásra is beleillettek ebbe a csapatképbe. Illetve hát nagyon sajnáljuk a Varga Ákost, akinek egy súlyos ákileszín sérülés szenvedett az elődöntőbe. Neki ezúton is az egész csapat nevében jobbulást szeretnék kívánni. A baranyai első és másodosztályban szereplő futballistákból álló Sipos FC csak gratulálni tudott legyőzőjének. A döntőig vezető út nagyon-nagyon sima volt, nagyon jól játszottunk. A csoportot nem tudtunk ugyan megnyerni, de nagyon jól játszottunk. És a mai nap a 8-at döntött, az elődöntött is nagyon-nagyon jól és könnyed játékkal abszolváltuk, hanem egy picit talán elfáradtunk a végére, én ennek tulajdonítom be ezt. De mondom, tehát ez, amit ma a Kakasd játszott, ma ezzel az 5-4-es játékukkal kiemelkedtek a mezőnyből. Sipivel meg akartuk védeni a címünket, hát nagyon-nagyon sajnáljuk, hogy nem sikerült, de hát jövőre majd megpróbáljuk. Másodikak lettünk, semmi szégyenkezni valónk nincsen, én úgy gondolom. A Benga kupa idei győztesét még láthatják a kispályás futball után érdeklődők a Monyhádi Losonci emléktornán, és a megye legjobb nagypályás csapatait fölvonultató Vászbó kupán is. Vajon ott mire lehet képes a Kakasdi csapat? Önök a Bonyhádi Naplót látták, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ne feledjék, műsorainkat visszanézhetik a www.tolnatáj.eu oldalon is. Viszontlátásra!